Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, azokat is, akik csak most kapcsolódtak be a Weekend nézésébe. A következő percekben a József András Múzeum, illetve a Kálai Gyűjtemény soron következő nagy dobásáról beszélgetünk, majd Ohanics László PR menedzserrel, de előtte még azért egy kicsit visszakanyarodnék a múltba, kedves Laci, hiszen ugye a múzeumok éjszakájára invitáltuk nemrégiben a nézőket, hát az idő nem volt túlságosan kegyes hozzátok, de hát ez nem csak itt volt Kelet-Magyarországon, hanem ugye egész Magyarországon. Ez így van, de június 23-án az időjárás ellenére azt mondhatom, hogy nagyon jól sikerült a múzeumok éjszakája. Maga a programsorozat az időjárás ellenére remekül lement, de tény is való, hogy egy dolog az, ami nagyon megdobta a múzeumok éjszakája programot, a Munkácsi kiállítás első napja, hisz június 23-ától látható az a Munkácsi 50 című kiállítás anyaga, amelyből most per pillanatban még csak 30 darab festmény került bemutatásra, és majd augusztus közepe vége felé érkezik Szentpéterváról az a 20 alkotás, amely most jelenleg ott van kiállítva, és tulajdonképpen így áll össze a Munkácsi 50. Úgyhogy mondhatom azt, hogy... Teljes lesz majd a kiállítás. Igen, aki esetleg már megnézte a 30 festményt, az újra megnézheti, gondolom. Van. Annyi van a dologban, hogy 1500 forintos jeggyel megy a Munkácsi kiállítás látogatása, de aki megtekintette a kiállítást most, akkor a jegyet, ha elteszi, akkor a következő 20 festményt, tulajdonképpen ha meg akarja nézni, akkor 500 forinttal megpótolva, de meg tudja tenni. Úgyhogy erre is megfigyeltünk arra, hogy ne legyen tollódás, tanulva a Szeúzó kiállítás, és mondjam azt, hogy nagyon rugalmasan ment le a Szeúzó kiállítás. A regisztráció fontos, mert így úgy mondom, egy órája van nyugodt körülmények között, és nem tömegbe, nem egymást taposva megnézni a műalkotásokat. Akkor ezek szerint azért megmarad ez a szokás, ugye? Tehát igen, a nagyobb kiállítások azok regisztrációhoz lesznek. De azért is hagytuk meg ezt a regisztrációs formát, mert hogy október 14-ig látogatható a kiállítás, és szeptemberben beindulnak az iskolák, és nagyban számítunk a diákságra. Már előjelzésben tudjuk azt, hogy sok iskola érdeklődött, már csak azért is, hogy nem csak a műalkotásokat szeretnék megnézni, hanem mivel van múzeumpedagógia is csatolva a foglalkozás ehhez a kiállításanyaghoz, úgyhogy ezt az iskolák, osztályok ezek szerint igénylik. Tehát ez még rugalmasabbá teszi a zavartalan műalkotások élvezetét. És hogyha mondjuk valaki turistaként érkezik ebbe a városba, akkor azt hogy lehet megoldani? Tegnapon példa volt rá, akkor voltam a múzeumba, a József András Múzeumban, ugye a Kálai Gyűjtemény és a múzeum között ingázom, angol vendégek voltak. Van lehetőség rá, mert hagyunk direkt, és a nyári időszak az inkább arról szól, hogy aki utazó, átutazó, turista, vagy éppen csak nyíregyházi polgárként szeretne betekintést nyerni a műalkotásokba, így akkor zavartól megtegyék ezt. Nos, hát akkor, Laci, nézzük, hogy július 28-án a Kálai Gyűjteményben milyen különleges programmal készülök. Már a cím is nagyon izgalmas. Igen, a július 28-án szombaton 10 órától kezdődik egy olyan és családi rendezvény, mert a kollégáim kihangsúlyozták, hogy nem családi nap, hanem családi rendezvény. Jó bőr vagy címet adtuk ennek a programnak, és ennek tulajdonképpen van egy kis előzménye, ugyanis június 23-án Koszta Zoltán bőrműves anyagából egy gyönyörű szép kiállítás látható még mai napig a Kálai Gyűjteménybe. De Zoli barátunk egy lovasbaleset miatt kórházba került a múzeumok éjszakáján, és emiatt a múzeumpedagógiai foglalkozás elmaradt. De ő nagyon szerette volna, mi szerettük volna, hogy ez valahogy pótolva legyen, és ő azt mondta, hogy akkor keresünk rá egy alkalmat. És akkor jött az, hogy akkor a bőrművesség, és akkor utána elkezdtek a kollégák gondolkozni, akkor még valamivel össze kellene kapcsolni, hogy ami bőr, hát akkor jött a kozmetika, jött a bőrgyógyászat, jött az utazás, ugye a sokszínűség az embereknek, világtájak szerint itt Ésik Sándor urat kértük fel egy előadás megtartására, de mellett a gyerekekről is gondoskodunk, mert a Kabala Együttes, egy nyíregyházi együttes interaktív báb előadást fog előadni, de mellette régész kollégánk Tompa György, ő például az állatbőrök felhasználását a régészeti emlékek alapján erről fog előadást tartani. De még mellette a rendőrség is bekapcsolódott a programba, a felelős kutyatartásról is szó lesz.
meg hát ami a leglényegesebb és nagyon fontos elem, hogy újra Szürkefarkas, Sólyom és Szirtisas látogat el a Kállai Gyűjteményben, mert ennek nagyon-nagyon nagy sikere volt a múzeumok éjszakáján. Mesélj egy picit, hogy aki most nagyon készül, hogy képzelje el, mit csinál ott egy ilyen farkas, vagy akár egy sas, tehát hogy tudtátok ezt ott a Kállai Gyűjtemény berkein belül megoldani? Mindenféleképpen szeretnénk újra a Kállai Gyűjteményhez tartozó belső udvart is használni, hát remélem, hogy az időjárás is fogja engedni ezt, és külön előadás, 40 perceket szerveztünk egy-egy előadásra. A múzeumok éjszakán nagyon nagy siker volt, alig fértek be a termekbe, ott a tulajdonos, a gondozója elmeséli, tulajdonképpen beszél az állatról, meg lehet simogatni, testközelből lehet élvezni ezeknek a fantasztikus madaraknak, illetve állatnak a közelségét. Igény volt rá, és ahogy hallom, még van egy jó hetünk a programig, de már igen nagy az érdeklődés erre a szombati rendezvényre. És kell regisztrálni, vagy esetleg valahogyan jelezni, hogy ott kívánunk lenni? Mi mindenkit szeretettel várunk 10 órától, ami még lényeges, hogy az Állatbarát Alapítványnak gyűjtést szervezünk, tehát ezzel próbáljuk kiegészíteni a programot, de mellette még, hogy maradjon egy kicsit a múzeum, a kiállítás része is, nemesi kutyabőrökből is lesz kiállítás. Tehát próbáljuk egy kicsit sokszínűvé tenni ezt a programot. Egyébként, ahogy így mondtad, hogy tulajdonképpen egy lovas baleset volt a kiinduló pontja, a gyújtó zsinórja ennek a sziporkázó rendezvénynek. Hogy történik? Leültök? Van egy olyan, mintha szabad asszociációs láncot kezdenétek el, és akkor mindenki bedobja az ötletét? És ez aztán maximálisan így működik a Kállai Gyűjteménynél, nagyon jó a kollektíva. Kevesen vagyunk, de sokat érünk, így mondom, és mindenki ötletel, nincs az, hogy most, ha valaki netántán rossz ötletet, vagy nem, nincs leurogás, itt mindenki bedobja 100%-kal magát, és onnantól kezdve mondjam azt, hogy nagyon jó team munkába, és mondjam azt, hogy tényleg nagyon jó team munkába valósult meg, az, hogy 10 órától délután 5 óráig felépítve 40 perces programokat, kiegészítve a gyerekprogrammal összeálljon egy ilyen családi rendezvény. Tulajdonképpen a maga a múzeumpedagógia az ilyenkor nyáron népszerűbb, mert több gyerek van, aki esetleg él ezzel a lehetőséggel, vagy azért az iskolai időszakban a szervezett múzeumlátogatások kapcsán több munkájuk van a múzeumpedagógusoknak. Én úgy érzem, hogy ilyenkor is, tehát tanév idején is jó és hasznos, de nyári időszakban is jó, mert rengeteg alkalommal látjuk azt, hogy unokákkal jönnek a nagyszülők, tehát amikor ugye a szülők dolgoznak, tehát igény van rá. Tehát az, hogy egy kiegészítő programot adunk, és egy olyan programot, ami manuális, tehát nem csak látni lehet, hanem kézzelfoghatóvá válik, és dolgozok, és megcsinálom magamnak, és hazavihetem, ez a gyereket nagyon motiválja. Én azt mondom, hogy nagyon fontos, mind a tanév idején, mind pedig a nyári szünetben, vagy éppen egy őszi, vagy egy téli szünetben. Július 28-án akkor tehát a Kállai Gyűjtemény nyitja szélesre az ajtókat, de természetesen nyilván a múzeumban is át lehet sétálni, tehát oda-vissza azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas látványban lesz a kedves nézőknek része, és ahogy említetted, ugye egész nap gyakorlatilag hány óráig tart, illetve hogy azt lehet-e tudni, hogy a különböző előadások azok milyen időpontban kerül. Igen, 10 órakor van a kapunyítás, 10:30-tól indulnak a programok, a, úgymond a felnőtt vagy az előadás programok. 11 órára tettük be a Kabal Együttesnek a zenés programját, és onnantól kezdve egészen 5 óráig, tehát 5 óráig lesz ez a rendezvénysorozat, 40 perces és 20 perc szünettel ezek az előadások fognak folyamatosan lemenni. De ajánlom mindenkinek figyelmébe a József András Múzeumot is, hisz szombaton vasárnap szintén nyitva van a múzeum, és most mondjam azt, hogy a Munkácsi kiállítás az, ami számunkra, és azt mondom, a érdeklődők szerint is nagyon nagy, mondjam, lehetőséget nyújt arra, hogy egy színvonalas, és azt mondom, hogy Nyíregyházán most megint egy kiemelkedő kiállítási programmal tudunk kedveskedni a múzeumbarátoknak. Hát köszönjük szépen. Nem tudom, hogy a József András Múzeumban ebben az évben mi volt a legnépszerűbb szó. Minden esetre, akármilyen furcsa, nem csak évtortája, évfagylaltja, de bizony évszava is van, hogy a 2018-as évben melyik volt ez a szó, a következő bejátszásból kiderül.